Sulyogné Nagy Erzsébet nevét és művészi tevékenységét Kanizsán és környékén is ismerik. Számos rendezvényen szórakoztatja a közönséget művészi előadásával. Tulajdonképpen ez egy régi álmom volt, hogy csináljak egy önálló estét, de ugye közben jött ez a vírusos dolog, és a pandémia miatt ez a negyedik időpontom. Tehát tulajdonképpen nem kellett két évig szerveznem, csak halogatnom, és akkor így végre összetudtuk egyeztetni a dolgokat, kaptam helyet a művelődési házban, meg hát a sztár vendégemet, a Peller Károlyt, akit meghívtam, mint fellépő, ő neki ugye nagyon sűrű a programja, és a ma estéjét tudta szabaddá tenni, és így elvállalta ezt a fellépést. De hát egyébként én már fiatalon erre a pályára készültem, és nagy álmom volt, hogy hát most, amikor már nyugdíjba kerültem, hogy folytassam az éneklést, és azóta már 10 éve járok újra a Baráti Vethez, előtte pedig fiatalon Szegeden végeztem a konzervatóriumba komoly zeneszakon, és hát nem jött össze, hogy tovább tanuljak családi okok miatt, és akkor egész életemben könyvelő és adótanácsadó voltam, amit nem túlzottan kultiváltam. És hát most úgy gondoltam, amikor nyugdíjba jöttem, hogy újra folytatom az éneklést, és hát van rá lehetőség, van felkérés, járok ki, mit tudokra, a falunapokra, jótékonysági rendezvényekre, városnapja, Dödölle Fesztivál, de hát ugye most az utóbbi években ezek is elmaradtak. Erzsébet közeli barátai bizonyára tudják, milyen sokrétű ismerettségre tett szert a művésznő az elmúlt évek alatt. Mindettől függetlenül kameránk előtt is el kellett árulnia, hogyan, miképp tudta elhívni a sztárvendéget, Peller Károlyt. Ennek az az előzménye, hogy én 12 éve járok a nyugdíjas Ki mit tudra, és aki most itt a műsorvezetőm és a Parlandó Ének Együttesnek a vezetője, a Fábián Péter, hát ő szokott ott konferálni, és ő onnan ismer engem. Na most, mikor nekik volt egy 15 éves évfordulójuk, akkor engem meghívtak Szegedre fellépni, mint vendégfellépőt, és ott is a Peller Károly úr, meg az Oszfald Marika volt a fellépő, és hát onnan az ismerettség. És akkor tavaly októberben sikerült ezt az időpontot egyeztetnem a Károlynak a stylistával, mert holnap például már Sopronban játszik, meg a hétvégén is ott volt, és ez a csütörtök jelölt egyedül szabad. A művésznő említette Fábián Péter nevét, aki nem csupán műsorvezetője, aktív közreműködője is volt az estnek. Ráadásul, mint kiderült, kanizsai kötődése is van. Életem talán legboldogabb 4 évét tölthettem itt Nagykanizsán, természetesen az olajipariba, a Zsigmondiba és a Zsigmondi kollégiumba, és ma, amikor ide érkeztem és bejöttem a műfázba, akkor olyan emlékek tódultak föl bennem, leginkább egy 1980-as Omaga koncert, amit ugye itt ezen, még akkor nem a színpadon, csak a színpad előtt. És most lám megadatott 40 év után, hogy én 42 év után, hogy erre a színpadra léphetek, amit ezúton is szeretnék megköszönni Sulyogné Nagy Erzsikének. Igazán megtisztelő, hogy meghívott erre a mai estére, felkért, hogy segítsem. Nagyon sokat dolgoztunk, szerettünk volna egy olyan műsort összeállítani, olyan fellépőkkel és olyan számokkal, ami bizton mondhatom, hogy a közel 500 embernek, aki ma este ellátogat hozzánk, felejthetetlen élményt fog majd nyújtani. Egy a
Az est sztárvendége a méltán híres operettének Peller Károly, a fellépés előtt még szakított arra időt, hogy a Kanizsa TV stábjával is megossza gondolatait. Egy nagyszerű meghívásnak tettem eleget. Ugye a színpadon összes fellépőt ismerem, egy részüket Algyőről, mert ott énekeltünk együtt többször is, a Parlandó ének együttese, és hát amikor jött ez a felkérés, akkor nagyon megörültem. Hát az operett az mindig szívem csücske volt, és különösen, ha ilyen emberekkel, akik nagyon-nagyon szeretik ezt csinálni, és nagyon-nagyon megtesznek mindent a műfaj népszerűsítéséért. A művész úr azt is elárulta, véleménye szerint mi az, ami az operettet folyamatosan, generációkon át életben tartja. Az operettek szerintem egy nagy titka van, hogy a szerelemről szól, és ez általában minden korosztályt elér, ráadásul nagyon jó zenék, olyan klasszikus zene az operett, ami közben nagyon népszerű és nagyon populáris. Az est során a legnépszerűbb, a legismertebb és a legszebb operett slágerek szórakoztatták a nagy érdemült a Kanizsai Gálán.